Hello mindenkinek, Sóti vagyok, és nem más jön, mint a sokak által várt Slime Rancher következő epizódja, ahol is, ha minden igaz, ott folytatjuk, ahol az előzőben abba hagytuk. Az előző rész, ami igazából a harmadik volt, bár igazából én azt egybevettem fel a második részként, csak hát hosszúsága miatt úgy lett kirakva végül, hogy 2-3. Úgyhogy folytassuk itt körülbelül onnan, ahol... Abba hagytuk. Pár nappal ezelőtt vettem fel azokat, úgyhogy nem vagyok 100%-ig biztos, hogy mi volt a következő tervem. Valószínűleg titeket megevettetni. Ti szeretitek ezt, ugye? Ti szeretitek ezt. Ja. Szóval valószínűleg ez volt az egyik tervem. Ó, elég sok kő van már nálatok bent. Halljátok szok szépen megfele. Meg is nézzük, hogy állnak a kövek. 14-15 a két kő, amit el tudnánk adni. Hát nagyon nem sok. Nagyon-nagyon nem sok. Nagyon sokan írták, amit köszörök szépen, vettem az üzenetet, hogy ezt a részt kell 10 000-ért úgy állokkolni, és itt tudunk majd fejleszteni dolgokat, meg bizonyos slime-okat befogni, meg ilyenek. Ezt mondjuk mindenképp meg akarom csinálni, természetesen nem ebbe a részbe. Összesen nagyon tudnék szedni 10 000-re szerintem így, hirtelennyébe, bár előző részben is került annyit valahogy. Anyway, ez nem most feltétlen a legkritikusabb dolog, de benne van a pakliba. Ti viszont nagyon éhesek vagytok. El tudok innen 2-t lopni? Szerintem el. Még nem is akarok ellopni 2-t, majd. Bocsi, még egy picit éheztek. Tudom, már nem tudnak meghalni a slime-ok éjségben. Csak éheznek és marcosak lesznek, szegénykék, de... Ez van. Ez van alapon működik ez. Jó. Nos. Ti nektek meg ugye a kedvencetek, amiből nincs is nekem semmi. Az elvileg a mint, ja de mint magó természetesen ott az a szép áú, zöld cucc. Ami épp meg is érik. Azt fogom, hogy fogok ezekből tartalékot csinálni. Pána mint mangóból, hogyha esetleg ugye elfogy, akkor valamiért kihal, stb. És nincs tartalékom. Akkor ne kelljen teljességében visszamennem odáig, hanem ott amelyek a tartalékból is ott tudok. A silót első körben erre fogom tartogatni. Úgyhogy ez az egy... Egy darabot kaptok. Ez az egy slot, ezzel lesz az egyik fajta gyümölcsel ellátva. Másik slotszám és ez természetesen a másikkal. Na, nőjétek gyorsabban. Kobe. Közben itt bekosarazom nekik. Úgyhogy igen, egyik az. Most egyelőre csak 5-öt raktam bele, nyilván majd később, ha nagyobb lesz a termelésünk és nem fog kelleni annyi, akkor majd a maradékot is oda berakjuk. Na még te utolsó, te még nőj meg, téged még megvárlak. Hajrá, úgy. És bum. Jó, viszont szerintem itt bent nem is nagyon tudunk mást. Azok mellett, hogy majd nyilván a kaját kell nekik farmolnunk. Úgyhogy én amodó vagyok, hogy menjünk ki. Egy picit. Nem. Amondó vagyok, hogy ne menjünk ki. Költsük el a pénzt. Két dolgon gondolkodom, hogy kéne elkölteni a pénzt. Ad egy. Megvesszük ezt a füves területet 1000-ért. 1000-be kerülsz? 1795. Hát, necces. Na mindegy, megvesszük ezt a területet mondjuk, és oda tudunk ültetni még farmot és silót. És akkor ugye két farmból jöhet mangó, meg két farmból ilyen. Retek, vagy mi a retek az? Úgyhogy ez lenne az egyik verzió. A másik verzió meg az, hogy esetleg magamat upgrade-elgetem. Semmi olyan hülye kritikus dolog nincs, ami kéne. Nem lenne rossz mondjuk egy nagyobb power, többet tudnánk futni, meg jetpackezni, de hogy annyira nem kritikus, igazából fontos megvan. Menjünk ki, és az a baj, nem készültem semmel, úgyhogy gőzöm is mit kéne csinálni. Igazából most abban a stádiumban vagyok, ahol úgy csak kéne csinálni dolgokat, de nem kritikusan, különlegesen semmit, csak úgy a basic-eket. Ó, mennyi rózsaszín, már jó rég nem raktam rózsaszínt, azért lehet már annak is van ára. Felszívjuk a rózsaszínt, úgyis föl visszatörök minden most egy adagot szerintem lévén. Lévén nagyon sok ilyen slime van. Itt a környéken, úgyhogy nem tudom, hogy mennyi jelenleg a stack nagyságom, azt jól látom, még elég pici, csak 30. De mindegy 30-at visszaviszünk, az már lehet, hogy ad egy kis pénzt. Másrészt meg ezzel megállítjuk azt, hogy össze-vissza fejlődjön mindenféle dög, akinek nem kéne.
Répát nem tudom minek viszem végig, van végül is izém. Úristen, mennyi nem is lesz. Ez a 30-at nem is tudom rendesen visszavinni. Chickadoo! Oké, megteszünk 30-al. Ja, már hiába próbálom szívni. Szóval viszem, ledobom, aztán visszajövök lévén. Ja, lévén igazából még simán. Még simán tudunk menni, még nem vagyunk messze, hazafutunk. Lelkjuk, visszajövünk. Ezt az egy sima Chickadoo-t ti megkapjátok. A Pogo Fruit-ot ti megkapjátok. Kertot meg ti megkapjátok. Az a baj, hogy már így is tele van, úgyhogy kénytelenni kell adni, mert ezek eltűnnek máskülönben. Hú, most majdnem bedobtam egy pinket, amúgy hozzájuk, akkor lett volna szarügy. Hát, te stabilan tartod a semmi hetedet, ettől függetlenül adunk lévén, nem nagyon tudok veled mi más kezdeni. Semminél picit talán jobb. És hogy nézem, eléggé idézőjelek között kénytelen vagyok titeket is eladni. No para. Egy viszont lehet, hogy lesz elég pénzünk arra, hogy valami olyasmit megcsináljak, amit azt mondtam, hogy nincs rá pénzem, mert azért oké, hogy ezek most nem a legtökéletesebb áron vannak. Ugye nem ment el sehova a kristály. Ez nagyon veszélyes, mert ha szívod ki a kristályt és ezek robbangatnak, ellökheti a kristályt és belökheti egy másik helyre. És ugye, hogyha valaki más megkajálja, akkor abból gondok lehetnek, mert jöttek a tárok. Úgyhogy érdemes körbenézni, hogy nem esett be valahova mondjuk hozzájuk, vagy a másik ketrezbe egy oda nem tartozó lort. Ugye? Ó, na pont erről beszélek. Pont erről beszélek. Ha ez abba a ketrezbe kötött volna ki, akkor most már tározhatnánk. Ami nagyon vicces dolog. Úgyhogy ezek a robbangatósakra ezért nagyon oda kell figyelni. Vagy... Jobb ötletem van. Az a baj, hogy te még nem mész föl, bár holnap már lehet elindulnál fölfele, nem is tudom. Hogy igazából van elég pénzünk arra, hogy a silót még kibővítsük két slottal, és ezt a két slottot tudnánk arra használni, hogy a tab és a rock slotot belerakjuk, amit egyre tegyünk meg. Így is úgyis kell majd a storage. Egyszer így is úgyis meg kell csinálni, most már inkább előbb, mint utóbb a kategória. Mert ha holnap fölmegy 1, 2, 3, 4, 5 akármennyivel az ára, értitek, akkor igazából elég jó profitot tehetünk szert lévén több száz darabról van szó, legalábbis hát 200-ról most jelenleg, plusz még amiket felszív, összesen elég nagy mennyiségről van szó. Te ide tartozol. Ups. Almost. Kéne a nagyobb inventory, határozottan kéne a nagyobb inventory. Jaj ne. Szóval... Igen, ez a plor kiszíves, egy picit még ilyen szempontból nem szóval tökéletes, hogy ugye, hát na, látjátok, így el tud esni máshova. Ezt például nem tudom, hogy miért esik ki ilyenkor. Kicsit messzebb kéne állnom, de ugye nem tudok, mert ha hátrébb állok, akkor meg ezek a kedves robbangatók is dögök robbantanak engem szétfele. Nekik kéne amúgy zenedobosz rakni, nekik határozottan kéne zenedobosz rakni. Errefelé itt például simán hátrálhatok, és itt nincs különösebb gond a lortok kiszedésével. Ebből adódóan. Ups, nem, te nem az vagy. Csak majdnem, úgy nézel ki. Mintha itt elgurult van egy. Szóval igen, ott nyilván, ha hátrébb állok, akkor ott láthatóan nincs gond a lortok kiszedésével. Tökre ugyanúgy néz ki ez a két kő amúgy. Mármint, hogy így almost ugyanúgy néz ki. Csak egy picit más a színtónusa. Nyugi van, mindjárt kiszedlek titeket. Nem lesz elég wow! Ja persze, mert 100 és több mint 100 volt. Jó, a maradék akkor visszamegy. Azt remélhetőleg majd felszívja újra a Lord Collector. Mi van, nem Hunter Lord? Kicsit paranoiás vagyok most valamiért ezekkel a Lord esésekkel. Mennyit robbangattak, Jézusom, nyugi van már gyerekek. Ez csak fog beférni. Természetesen nem. Jó, ezt még nem adom el a maradékot, így se úgyse. Mert most, hogy ott 100 van a silóba, még ide is tudunk 100-at rakni. Ti megnőtt már a retek? Nem. Akkor kaptok répát, úgy tudom nagyon máshova rakni.
Meg jó lenne, ha elkezdenék beszélni. Úgy, szív csak be. Semmi. Akkor most tartunk ott, hogy kimenjünk, de előtte megveszem a boostet. Igazából is úgy is elköltöttem a pénzemet, holnap így is úgy is szerzek majd egy csomót. Jó az, hogyha picit több speed boostunk van. Szerintem határozottan jó az, ha picit több speed boostunk van. Előző részt amúgy lerövidítettem ilyen 20 pár perces részekre. Szerintem maradni is fogok ennél a 20-30 percnél. Mert nyilván tudom, hogy vannak sokan, akik mondják, hogy szerintük a 40-50 perces a legjobb rész. Vannak statisztikák. Szóval a YouTube azon elég sok minden statisztika, látom, hogy mekkora a nézettség, látom, hogy ki meddig nézi meg, és milyen hosszabb a videó, annál inkább esik a nézettség. Ezért is sokszor gondolkozom, hogy lehet, hogy a streameket is föl kéne darabolni kisebbekbe, mert így elindul a videó nézettség, nem tudom, x százalékba, és így esik, és sokszor a végére már ilyen fél órás, órás részeknek, rosszabb esetben ugye több órás részeknek, már alig a nézőközönség pár százaléka, aki ott marad. Úgyhogy lehet, hogy sokan... Ups, kaptam valami achievementet valamiért. Nem tudom miért, mert éppen csak felszívogatom a dolgokat, de... Szóval igen, lehet, hogy sokan mondjátok, mert lehet, hogy ti abban a, nem tudom, 3%-ban vagytok, akik végignézitek a több órás streameket is. De azt lehet mondani, hogy a legtöbben nem. Szóval a legtöbben azok ez a 20-30 perces rész, amit úgy még tényleg végig is néznek. Valaki azt írta, amit majd mindjárt le is fogok tesztelni, hogy ha felfelé nézek jetpack közben, akkor gyorsabb vagyok. Szóval amikor mondta, akkor beugrott, mintha igen, én valami ismert kísérleteztem volna már. De hát ezt majd mindjárt leteszteljük. Hú, ezt fel sem tudom venni hova. Na mindegy, kicsi csirke, nagy csirkeket visszük. Egyelőre ezekkel fogjuk etetni a hunteröket. Idéglenesen, amíg nincs elég nagy állományunk abból, amit szeretnek, addig ilyen sima csirkét kapnak. Szerintem ez se rossz. Viszont most már tudok vizet felszippantani, ami ezért nagyon lesz jó, mert ha tárokat kell ölni, akkor igazából itt a lehetőségem, hogy könnyedén hordozható módon leszedjem őket. Keretet nem is viszünk haza. Ilyet, vegyünk ilyet haza. Előbb olyan sok keretet vittem, és azt úgy megkapták a kéket. Most a hánik fognak olyat kapni, lévén nagyon agresszívak a kis dögök. Ez már úgyis romlik, sok is van itt belőle, meg értezek dolgok. Shit. Jó. Na, nézzük meg, hogy... Hát, nem tudom, hogy gyorsabb vagyok-e sokkal, de... Ups. Erre is írták, hogy ezt is az annál a 10.000-es kiállók a ható részén lehet kezdeni vele valamit, úgyhogy hát ezt még nem most fogom, szintén. De köszönöm az noted, megvan, vettem. Vagy mindenképpen fogok vele valamit kezdeni. Na. Igazából arra gondolkoztam, hogy eljövök kaját gyűjteni. De igazából kb. Sikerült. Kb. Mondhatjuk azt, hogy van nálam kaja, úgyhogy kb. Mondhatjuk azt, hogy én most hazamegyek és ezeket ismét lerakom. Ja, igazából a játék úgy kinda erről szól, úgyhogy már előre látom, hogy de nem csinálok semmit ebben a részben kommenteket. Erről szól a játék. Rohangálsz ide-oda, etetgesz dolgokat, és így, ja, körülbelül ennyi. Felfedezni új fajokat csak a játék legeslegején lehet, lévén hamar elfogy a lehetőséged, hogy mit és hogy tudsz felfedezni. Eddig volt a fedezgetés, most jön a farmerkedés, igazából kibejárkálunk, kajáltatjuk őket, szedjük a plortokat. Ilyesmire lehet számítani. Jó, kezdjük veletek, mert ti nagyon meg vagytok őrülve, ahogy nézem, már ezt is szoppangattok, és ez így nagyon nem egy kellemes dolog. Aztán jöttök ti, kettőtöknek kaptok egy egész nagy adagnyi csirkét, ezzel szerintem jó darabig elleztek. Ketten. Úgyhogy ti is örülhettek. Még nem tudom, hogy mivel akarjam összetársítani amúgy ezeket. Bár mondták a macskát, de lévén macskám már van igazából ez a macskakék. És nem szeretnék két ugyanolyan típust összepakolni. Úgyhogy ja, a macskát nem. Vagy akkor a kékeket kell látszélni. Én az éjszakaiakra gondoltam még esetleg, hogy velük összetársítani a foszfort azzal a izékkel, hunterökkel, mert a foszfor az nem túl értékes, az látjátok a harmadik kő a sokból,
De nem nagyon van jelenleg másunk. Igazából kettő, ami még nincs. Három, bocsánat. A toxik, a kristály, meg a víz. A víz az egy különleges slime, és különleges tulajdonságai vannak, vízbe kell tárolni, stb. Szerintem vele nem is lehet társítani. Ha lehet is, nem szeretném. A kristály meg toxik, azok meg a mögött a 10.000-es fal mögött vannak, ami ugye még nincs kinyitva. Plusz azokat egymásba szeretném társítani, egy kőtoxikot. Nem tudom, hogy ötlete, nem tudom, hogy mi kell a toxit, az még sem csináltam. Ergo nem nagyon marad más választásom, mint hogy a Huntert az vagy a foszforhoz, vagy az alaphoz rakjam. Az alaphoz nyilván nem nagyon akarom, úgyhogy igazából marad a foszfor, úgyhogy nem nagyon van kérdés, valószínűleg foszforral lesz társítva. Ja, úgyhogy valószínűleg foszforral lesz társítva. Ezt fogom, és belőled van slotod? Tudok rakni valahova, nincs slot. Gondoltam, hogy ebből is rakok valahova eltárolni egy picit, ugye, hogy legyen maradék. Hogyha esetleg úgy adódik, nem nagyon van, úgyhogy hát ezt is most megkapjátok. Esetleg annyi magamnál tartok egy kicsit egyelőre. Hát ha. Igen, magamnál tartok egy picit, először is téged eladunk, magamnál tartok egy picit, és most ezen az estén, mivel úgyis este van, kimegyek és szerzek foszfort. Határozottam. Egy olyan 10 darab foszfort kéne szerválnom. Ó, titeket még fel se szívtelek ebben a sorozatban. Hol van a többi foszfor? Kéne itt meg foszfornak lennie. Foszforok! De tényleg hol vannak? Na, menjünk picit tovább. Este van és nincs foszfor slime. Why? Ez kettő. Ennyi. Pedig itt ezen az első két területen tök soknak kéne lennie. Elméletileg. Foszfor slime. Yeah. Jó, hát izé. Mi is volt erre valami csirkelvő izék, nem? Azok sem mondjuk foszforok, de. Nézzük el ide csak, hogy emlékezzek. Hát ott egy nagy foszfor, azzal már nem tudok mit kezdeni. Foszfor! Egy teljes darab foszfor. A macska cuccát felszívjuk. Annak még van egy kis értéke is. Bár ugye abból tök sokan van, amit... Amit majd nem sokára úgy el is akarok adni lévén, ezt max oda tudom berakni, és hát oda érdemes jelenleg berakni. A rózsaszeket egyre összívjuk, ugye holnap így is úgy is le fog menni az ára, bár már heten van, úgyhogy nem tudom, hogy hova mehet le az ára, mennyi a minimum. Le mehet ilyen nullára egy, szerintem van valami minimum, ahol megáll. Ugyan pár, bizé, bár az a pár, az már most van pár. De amúgy még tényleg sehol nincs foszfor. Na, ne, macskák. Még le se értetek, meghalljátok fel ezeket a vaszkokat. Nem annyira sikeres ez a foszfor gyűjtés, mint gondoltam. Nem értem, miért nincsenek. Igen, az volt, hogy kijövök és így potyognak ki ötösével, tízesével. Menjünk picit hátrébb, hát ha ott nem tudom. Na, erről beszélek. Ez még egy három. Jó, haladunk. Még legalább egy hármat szeretnék, mert ugye van kettő olyanunk. És akkor összesen ebből kéne mondjuk egy 10 környékén, és akkor lenne 12-13. Az mindegy, hogy melyikhez adod melyiket, a foszforhoz adod a Huntert, vagy a Hunterhez adod a foszfort. De valamelyiket kell ugye a kettőből. Úgyhogy most azt mondjuk, hogy foszfort fogunk szedni. Foszfor. Ne, hülye foszforok. Foszforok. Jó, 9, haladunk, az meg egész jó. Még egy adag kéne, és kávé boldog is lennék. Ott van. Yeah, hát ez nem egy adag volt, hanem egy darab. Q-berry. Hú, várjál, a Q-berry, az melyiknek is a kedvence? Az is valamelyik slime típusnak. Az pont a foszfornak! Oké, valamit ki. Hogy nem már! Really? És most emiatt elizélődött. Nem itt a kőbere. Shit. Foszfor! Nézd meg! Na azért. Még foszfor? De nem, te ide bejössz. Na már el, most levizeljük. Oké, ez elég effektív, három lövésből. Leszettem egy tart. Shit.
ez határozottan effektív király. Foszforok. Jó. Úgy érzem, hogy van elég foszforunk ahhoz, hogy hazavigyük, sőt több is, lehet 15 nem is kell. Összesen akarok 15-öt és már van két izénk. Így 13 kell. Shit. Egy. Kettő is elég, nem is kell három. Remek. Akkor nagyon-nagyon gazdaságosak vagyunk, akkor 15 tár ki tudunk ölni egy tárból. Ami örvendetes. Annyira szerintem soha nem lesz szükség, mert 15 tár az már rég az a mennyiség, amikor úgy vagyok, hogy hagyjuk a fenébe az egész területet. Kivéve ha bázisunk van, nyilván akkor nincs olyan, hogy hagyjuk. Ja, várjál, már nem is kell lesz. Na mindegy. Most persze jöttök! Most persze itt vagytok ezen a területen is, mi? Ha, kis dögök. Direkt szivatnak. Most is elmegyek, itt mindjárt kiugrik, vagy 10. 1100-al van, nem tudom, hogy abból lesz elég monim arra, hogy... Ó, már elmúlt éjfél, ami azt jelenti, hogy lesz, hogy a pink lement és a többi meg föl. Mindjárt megnézzük, ezeket le kell szedni. A pink, nem a pink lement. Jó, szerintem ez a 4, ez az, vagy a 7 az alja. Jó, ezek viszont fölmentek egy picit, mind a kettő. Még egy achievement, ami az, hogy 500 sportot kell eladnom. Good, good, good. Jó, gyertek szépen ide. Ha most berakom a foszforokat, akkor még a napfelkelte előtt sikerül vajon őket pároztatnom? Úgyhogy ne halljanak meg, mert ugye ők nappal azt hiszem meghalnak instant. Kivéve, hogy ha már megeszik a másikat. 1, 2, 3, 4, 5. 5-öt be tudok rakni. Edd meg a plortot. 2, 3, 4. Ennek viszont kell akkor gyorsan tető. Ja, mert nagyon gyorsan ki fognak szökni. Áú. Nem mondod, hogy még ti is robbangatok és agresszívak vagytok. Miért? Csak azért, mert éhes vagy, ugye? Mondd, hogy csak azért, mert éhes vagy. Nagyon remélem. Jó, még tudunk rakni. Ha ti is robbangatok, lehet, hogy kevés lesz, vagy sok lesz ez a 15. És lesz 10 darab. Jó, nézzük meg 10 darabba, hogy ez mennyi mennyiség. De ezek miért robbangatnak? Ugye csak azért robbangatnak, mert éhesek. Azt ó, de hát igen, bla bla bla, többi slime is. Gondolom itt van. Döbbe-döbbe, igen, messziről megtalálják a veszélyt és eltűnnek, hogyha jönnek úgy, hogy az nem gond, plort. A newly created hunter large will also be feral. Az, hogy egy új nagy darab ilyen hunter az agresszív lesz. Oké, szóval ez szerencsére csak a kezdetben, ergo amikor fölnőnek nagyra, akkor a kezdetben agresszívek, de ha kapnak pár csirkét, lenyugszanak a retekbe. Úgyhogy amondó vagyok, hogy maradhatunk az eredeti 15 darab tervnél. Viszont nagyon gyorsan elfogyott ez a pár csirke. Még azt a 3 Hunter Lordot is megkapjátok, vagy 4-et. Áú. Uha. Annyit robbangattak, hogy széttörték a tetőt. Ami nagy para. Talán azért, mert láthatatlanok. Oh, Jesus freaking Christ. Jó, egy Lord Collector-t kaptok. Hogy a plortotok ne szálljon át sehova. Egyrészt, a másrészt meg nem akarok bemenni hozzátok épp. nem olyan állapotban vagytok. Most picit félek, mert minden robban és üt. Sikerült 3-ból 3 agresszív fajt csinálnom eddig, király. Mondjuk már nem mindegyik agresszív, látjátok csak amilyen agresszív pofát meg. Legtöbb már lenyugodott a fenébe. Aminek körülök. Áú! Q-berit viszont mindenhova mindenképp ültetnünk kéne, lévén nem lesz csirkellátás belelég sokan. Ebből adódóan mindenképp ki kell nyitnom azt a területet, ebből adódóan mindenképpen el kéne adnom azt a több száz valamit, ami ott... Ujjajajajaj. Jó, te csak egy mint hangó vagy.
Úgyhogy ja, ma hiába ment föl még csak egy picit is, jó lenne, hogyha holnap tudnám eladni, el fogjuk adni. Vagy... mi lenne, ha nem, ne az baj, ha azt megyet, akkor az összes éhezni fog, meg meghal a termése, meg stb. Nem baromkodunk az alvással. Eladjuk annyiért, amennyiért van. A következő részben ugyanis megint 25-30 perces rész, ugye 25 percet tartunk, körülbelül ennyi is lesz egy rész. Ez, ahogy nézem, egy ingame nap, ez körülbelül pont 25 perc, 20-25. Úgyhogy ezek így pont jók lesznek egy ilyen ingame nap, minden nap reggel szépen itt tudunk vágni egyet. Úgyhogy ja, köszönöm mindenkinek, aki itt volt és megnézte ezt a részt. Most már egész nagy állományunk van. Én úgy érzem, most jött igazából a farmolás része, ahol csak kajáltatom őket, leszedem a plortokat, eladom, szedem a pénzt, stb. Eddig volt inkább a felfedezéses dolog. Kiállokoljuk azt a nagyobb területet, majd kezdésnek először azt a 1700-asat, amit ültetünk fákat, kajákat. De későbbiekben nyilván majd arra a 10000-es területet is kiállokoljuk. Te miért vagy itt? Örülök, hogy itt vagy. Itt kívülről nem lehet belakni a Plore Collectorba, csak hogy így darakom, azt majd beszívja, ugye? Gondolom én. De miért abbankadtok, már nem kéne nektek? 2, 4, 6, 8, 10, 11 csirke csak, az még nagyon kevés. 2-t fel...